Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a 2014-es esztendő első bűn és baleset megelőzési magazinműsor alkalmával. Nagyon boldog és szeretetteljes új esztendőt kívánok önöknek. Kedves nézőim, a közlekedés sajnos napjainkban egyre fontos szerepet játszik, még jobban, mint ahogy eddig, és nagyon fontos, hogy beszéljünk enne a balesetek megelőzéséről. Nem véletlen, hogy a mai adásunkat is az esztendő első adását a baleset megelőzésnek szenteljük. Mégpedig mai vendégem, Kemenes Miklós, nyugdíjas rendőr ezredes úr, az OBB munkatársa. Tisztelettel köszöntelek. Hát azt hiszem, hogy kellőképpen felvezettem a közlekedést. Hát ez műsorban. csodálatos felvezetés volt, nem is tudom, hogy megérdemlem -e ezt, de először szeretnék valamennyi kedves televízió nézőknek egy nagyon egészséges 2014-es évet kívánni, mert én azt gondolom, hogy ha az embereknek egészségük van, akkor jól megy a munka, jól megy az elképzeléseik megvalósítása. A családi és egyéni életükben sok boldogságra tehetünk szert. Nos, ilyenkor év elején, mi, már évtizedek óta megszoktam, hogy mindenki lázasan érdeklődik, hogy vajon 2014-ben mi lesz? Na most a jóslás szintjéről, az valódiság talajára lelépve a közlekedés biztonsággal kapcsolatban a következőket szeretném elmondani. Elsősorban azt, hogy Magyarország évek óta sikeresen teljesíti a vállalt kötelezettségeit, de nem csak kötelezettségi oldalról közelítem ezt meg, hanem a Társadalomnak, a rendőrségnek és mindenkinek közlekedés biztonsági tudományos kutatásokkal foglalkozó embereknek is az a legfontosabb célkitűzése, hogy keressük azokat a módszereket, lehetőségeket, amelyekkel emberi életeket tudunk menteni, amelyel csökkenteni tudjuk a közúti közlekedési balesetek számát, vagyis a közlekedés biztonságát javítani. Na hát ezért dolgozunk. Most, amikor 2014-ről engem kérdeznek, akkor én azt gondolom, hogy legfontosabb dolog az, hogy folytatom a 2013-as év utolsó hónapjában tapasztaltakat, és egyáltalán folytatnám azt, a küzdelmet, mert óriási küzdelmet folytatunk, szavaimból ez érződik a balesetek megelőzéséért. Magyarország, mint mondtam az előbb, 2011-ben, 2012-ben gyakorlatilag 2007-től kezdődően Európa szerte is elismerésre méltó eredményeket ért el a közlekedés biztonság javítása terén, a balesetek megelőzése terén, mert ugyanis 2012-ben például a halálos baleseti áldozatok száma 605 volt. Most, ha én a korábbi évtizedekre visszagondolok... Rágondolni a, is rossz. Amikor arról indultunk, hogy Magyarországon 2432 ember vesztette életét, és köztük 107 volt a gyermek, akkor azt gondolom, hogy ez a 605-ös szám, ez hihetetlen nagy eredménynek számít, és ezért Magyarországot úgynevezett pin díjjal tüntették ki, ami azt jelenti, hogy azok az Európai Uniós országok között, akik a legjobban terjesítenek a baleset megelőzés ügyén, kapják meg ezt a díjat. Mi megkaptuk például olyan nagy országok, mint Franciaország után is ezt a díjat. Tehát én ennek az elismerésnek nagyon örülök. Ugyanakkor viszont ezek az elismerések bennünket, mint ahogy az előbb említettem, újabb erőfeszítésekre köteleznek, és nem mondhatunk el a, le az alapvető célunkról az emberek biztonságának a javításáról. én az kedvenc mondásom az, és azt hiszem, hogy nem egy rossz, hogyha egy ember életet meg tudunk menteni a közlekedésben, az már mindennél fontosabb. Pontosan. És nem csak a életét, hanem ne legyen súlyos baleset, ne legyen semmi. Kevesebb baleset, baleset legyen, mert a, aki sérüléseket szenved, hát annak is biztonsággal érjük el az úti Én Nagyon örülök annak, hogy a közlekedés tudományos kutatás szintjére emelték Magyarországon is. tehát egy, egy olyan szint, ahol a közlekedés is számít fontos dolognak tűnik a társadalom életébe. A közlekedés az mindig nagyon fontos volt, mert egy ország vérkeringését, Társadalmi és gazdasági mozgásának a meghatározója, hogy milyen biztonságos a közúti közlekedés, mert ugyanis a legutolsó adatok szerint változatlanul Magyarországon a közúti közlekedés a legnagyobb teljesítményű a közlekedési ágazatok között, körülbelül 60%-ot meghaladó, közelítve a 70%-os meghaladó mértékben vesz részt a dolgok és a személyek tovább továbbításában? Én úgy érzem, hogy, hogy a OBB mindent meg, és nem csak az OBB, hanem minden olyan szervezet, aki a közlekedés biztonságára hivatott, megtesz azért mindent, hogy minél kevesebb baleset történjen. Az OBB-nek óriási szerepe van. Felvilágosító nevelő munkájával, a közlekedés biztonsági intézkedések koordinálásával, vélemények Egyeztetésével, javaslatok előterjesztésében óriási szerepe van, és főleg azoknak a mozgalmaknak. Nem tűnik szentségrontásnak, ha szabad mondanom, hogy visszaidézem azt, hogy például... 2003 utolsó negyedévében, az őszi-téli áttállási egyében indult egy óriási mozgalom, természetesen a rendőrséggel együttműködve, és a civil szerveződésekkel, mert itt van a legnagyobb jelentősége. Indítottuk ismételten a látni és látszani mozgalmat, tehát döntő kérdés, hogy a nappalok lerövidést. Lülése időszakában a láthatóságot milyen módszerekkel, lehetőségekkel lehet fokozni. És ami nekem nagyon fontos és nagyon pozitív tényezőnek ítélem meg, hogy civil szerveződések, optikusok például csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz, és térítésmentesen autószervizek vizsgálják a járművek műszaki berendezéseinek a megfelelőségét, elsősorban a világító berendezéseket, és sorolhatnám tovább ezeket a kezdeményezéseket. Ez óriási dolog, és kiterjed az egész társadalomra, mert mert mindenki felfigyel, és tudatossá válik Magyarországon egyre inkább a közúti közlekedés normáinak a betartása. Szoktam mondani volt, hogy nagyon fontos, hogy időbe kapcsoljuk be a gépjárműveken a világítást. Nem kell sporulni, mert nem lesz kevesebb a költség nem azzal, kell, hogyha nem kapcsoljuk be. De ugyanilyen nagyon szerepe fontos. van a láthatósági mellények viselésén. Hát arról nem a kerékpárosokon beszél. és sorolhatnám tovább, ugye? Mert megint egy másik fontos cél. A 2013-as évnek és még jövőre is 14-ben a 2020-ig terjedő stratégiában, sőt az első, a századunk első felére vonatkoztatva is az előjelzéseket, tehát a stratégiák kidolgozásában a közlekedők legvédtelenebb rész, Vevőinek a segítése az egyik legfontosabb feladat. Tehát a gyalogos erőtések csökkentése, például a kerékpáros közlekedés biztonságának a javítása, a biztonsági eszközöknek a használata, és nem utolsó sorban az ittas vezetéseknek a megelőzése. Ugye, mert hát én, több évtizedes statisztikai múltra visszatekintve, sajnos a 10% feletti arányoktól nagyon nehezen tudunk elszabadulni, ami azt jelenti, hogy az összes személysérüléses baleseteknek évtizedek óta több mint 10 át Vannak olyan egy-egy kirívó év, mikor 9 egész valamennyire lecsökken, de általában a 10-11 százalékos utolsó fejlődési szinttől nem tudunk elrugaszkodni. Persze, ahogy csökken a személyisérüléses baleseteknek a száma, ugyanúgy csökken belül arányát tekintve az ittas vezetések száma. Tehát kevesebben vezetnek ittasan, kevesebb egészen biztos vagyok benne 2013-ban, mint 2012-ben. De a belső arány a struktúrában, ha ezt vizsgálom, akkor még ez mindig magas, és küzdeni kell ellene. Képtelen vagyok felfogni azt, hogy Miért kell ittassan beülni a gépjárműbe? Saját életét veszélyezteti, mások, mások életét, életét veszélyezteti, de ha gyakorlati alait is, igen, Azt is tegyük hát arról nem lezzá. is beszélve. De a tapasztalat az, hogy soha nem a védke sofér sérül meg. Tehát nem az itas embernek történik baj, erre mondják még az Isten is védje a részek sofőrt, hanem az a vétlen áldozat, a vételen személy hal meg, sérül meg, szóval egyszerűen nem értem. És jogos az a, a szigorú rendelkezés, hogy aki itt jól rögtön ott a helyszín el, elve, hát csak, csak, beszúrásként épályát. mondom el, ugye, hogy a jogszabályi változások keretei most ugye leszállították a büntető törvénykönyv módosítása következményeként. Két fontos tényezőt emelek ki csak. Ketté választotta a, bűnt, a bűncselekményi alakzatban a droghatás és más hasonlóan ható szerek, állapotában történő járművezetést és az ittas vezetést külön. Tehát egyértelműen ez azt is jelenti egyben, hogy nagyobb hangsúlyt kap az ittas vezetések megelőzése. Másrészt pedig a, a, a véralkohol, ugye mert közismert, hogy véralkohol és légalkohol alapján dönt, ö, születik döntés az eredmények alapján, az ittasság fokáról sorolhatnám tovább. Tehát a 0,8 ezer erékről a bünteti alakzat a véralkohol esetében lement. Lement. 0,5 ezrelékre, 0,5 ezrelék feletti, az már a bűncselekményi alakzatot valósítja meg, és a légalkohol mérésnél pedig 0,25-re. Tehát ez, ez azt jelenti, és ez egyben kiterjed, nem akarok ebben Mi különbség sem. van a kettő között, hogyha ezt a kedves hát nézők a kettő számára között elmondamát. az a különbség, hogy gyakorlatilag a véralkohol az konkrétan a vérvinta levételének a, a, a levételének az eredményétől függ a vérből kivett minta alapján az alkohol koncentráció mértéke. Légalkoholnál pedig megvannak a modern merendezése, csak bele kell fújni, és abban a pillanatban rögtön a készülék kijelzi, hogy milyen a befolyásoltság mértéke. Sokat lehetne erről beszélni, de ez külön egy előadásnak, tehát külön egy tájékoztatásnak a tartalma kell, hogy legyen, mert itt azért a bírságolási tényezők is megváltoztak, és sok mindenről kellene itt most beszélni, de a 2014-ről kívánnék most inkább szólni, hogy tehát a stratégia hogyan fog tovább fejlődni, és mi várható. Na most egy nagyon óvatos és nagyon reális előrebeslés alapján, ahogy nézem a statisztikai adatok változásait, azt a következtetést tudtam levonni idáig, hogy 2013-ban, 2012-höz hasonlítva nem romlott Magyarország baleseti helyzete. Ah, Ez biztos kijelenthetjük. Minimális mértékű javulásra számíthatunk. Ez egyértelmű. Na most Ez hozzátenném az következőket. Eddig hozzá voltunk szokva, 2010-től már, mint, vagy 2007-től kezdődően nagy arányú 10%-ot meghaladó csökkenésekre, és sorolhatnám tovább. Én azt gondolom, hogy tudomásul kell vennünk azt, hogy a forgalom növekedését figyelembe véve gyakorlatilag, találkozunk olyan évekkel, és mennél kevesebb a balesetek és a halálos áldozatok száma, annál nehezebb valamilyen csökkenési eredményt elérni. Tessék belegondolni. Ugye 2432 605 Na most hol van a határ. Meddig tudunk lemenni. Ugye mert a cél a nulláig nem tudunk lemenni a cél svéd javaslat alapján hogy null toleranciát kell. Ezt nem tudjuk soha elérni ezt tudjuk sehol de, de a null toleranciának van egy üzenete és az üzenet pedig az, hogy arra kell törekedni, hogy minél kevesebb legyen. Hát, hát Józan és ez diktálja legalább. Nem szabad azt elfelejteni, hogy az utóbbi években a közlekedés biztonsági célú állami beruházásoknak a mértéke hihetetlen. Tempóban növekedett. Talán szabad idéznem Sváb Zoltán államtitkár urat, aki gyakorlatilag államtitkár helyettes urat, mindegy. Én Zolit legszívesebben magasabb piadesztára ültetném, mert nagyon sokat tesz a közlekedés biztonság érdekében. Én azt mondanám, ha idézem őt, hogy 2013-ban is ő kijelentette, hogy sikeres évet zártunk. És én úgy gondolom, hogy ez igaz. Mert mit kell nézni? azt kell nézni gyakorlatilag, hogy azok a stratégiai és taktikai intézkedések, amelyeket elterveztünk a biztonság érdekében, megvalósultak-e? A társadalom mellénk állt-e ezekben a kérdésekben? Na most ez megint ugye egy autentikus kijelentésnek látszik, de ugyanakkor azt is hozzátenném, hogy számtalan olyan közlekedés biztonságot veszélyeztető járművezetői jogsértésekkel találkozunk most is a közúti forgalomban, amely ellen óriási mértékben küzdenünk kell, és amelynek a megelőzése érdekében vagy az elkövetőknek a felelősségre vonása érdekében a rendőrségünk állandó jelleggel fokozza az intézkedéseinek a hatékonyságát. Ezt a rendőri intézkedési mutatók, nem hivat, nem vagyok hivatva ezzel én foglalkozni, ugye, mert megelőzés, de tudom, látom és érzékelem az adatokból is, amelyek rendelkezésemre állnak, hogy növekednek az intézkedési mutatók, tehát hatékonyabbá válnak a rendőri intézkedések, és elsősorban a súlyos jogsértéseket, baleset veszélyes szituációkat előidéző szabályszegések megszüntetésére irányul a tevékenység egyre inkább. Hát ez szenzációs. Én Szerettem volna... Ezért vagyok optimista. Igen. Szerettem volna meghívni Szintén a műsoromba Pauz Ferencet, közös jó ismerősünket, aki szintén elője vagyok szakértő. és egy érdekes cikket olvastam az ő. Hozzá egy bulvárlapba, amelyet Igen, borsnak hívnak. Tehát nem, nem kellett volna mondani. De, de, jó, hát ezt elmondhatom, jó, jó, mert én is jó, olvastam. És én úgy érzem, hogy. Erről a témáról nem nagyon beszélgettünk, mégpedig lenne az, hogy álmosan vezetnek a sofőrök. Na Ennek most... rengeteg, rengeteg halálos kimenetelű. Azt nem lehet mondani, hogy rengeteg, hát de... de most baleset helyszínelői vénám szólal meg most ebben a kérdésben. Először is, tehát indulok ki a társadalomból. A társadalmunkban a közúti mozgás hihetetlenül felfokozódott. Az egész társadalmi mozgásban ezt tapasztaljuk. Na most ennek a következménye az, hogy az emberek különböző okoknál fogva, amit most nem akarok részletezni, egyre fáradékonyabbak, ugye, mert. Megélhetési kérdésekben is nagyon sokan több lábon dolgoznak és teljesíteni hát, kell. Hogy? Na most az úti céljuk elérése érdekében, ugye természetes, hogy egyre többen gépkocsit használnak. Logikus az eszmefuttatás idáig. Most következésképpen a fáradtság jelei mutatkoznak az embereken. Általában mutatkoznak. Tehát ezt lehet érzékelni és tapasztalni. Ez súlyos veszélyt jelent. A gépjármű vezetésre biztonságára, azért, mert egy fáradékony ember a körülötte lévő mozgást, körülötte lévő cselekményeket egyszerűen nem tudja úgy felfogni, mint egy teljesen kipihent ember, vagy legalábbis a kipihentség egy bizonyos elfogadható fázisán lévő ember, mert az relatív fogalom, hogy ki a teljesen kipihent. Ugye ez függ a szervezet mienségétől, sorolhatnám tovább. Külföldön tudósok foglalkoztak vele, felméréseket végeztek, és talán idézném a kedves Pausferi barátomat ebben, a, ő is nyilatkozott erről, de teljesen egyetértek vele, baleset helyszínelői vénám szerint is, hogy a Közlekedési baleseteknek megállapították, hogy általában 28 körüli százalékában fáradt emberek vezetik a járműveket, és úgy okoznak balesetet. Na most ez bizonyítani, ugye? Balesetek helyszínén gyakran találkoztam, találkozunk most is olyan balesetekkel, mikor érthetetlen, az összeütközésnek a ténye. Tehát nem találunk rá magyarázatot, nem találunk rá konkrét szabályszegést sem, hanem egyszerűen a jármű nem felderíthető okokból, vagy később bizonyítható okokból következtetve, ugye elhagyja a pályát. Egyszerűen. Teljesen egyenes az útvonal vezetése. Autópálya, autó, gyorsforgalmi út. Nincs semmiféle akadályozó tényező, és mégis lehajt az árokba a kerékvetőkőnek, stb. stb. fölborul az autó, életét veszti. Na most ilyenkor mit lehet tenni? Ilyenkor következtetni lehet arra, a következtetések széles skálája áll rendelkezésre. Tehát a következtetéseknél és egyáltalán a bizonyításnál nagyon fontosak a szakértői vélemények, a boncolás eredménye, hogy ő olyan balesetekkel is találkoztam személyesen is, amikor a baleset bekövetkezése előtt sajnos a gépjármű vezető életét vesztette. Tehát ilyen is volt már. Boncolás eredménye ezt ki tudják mutatni, hogy ez most betegség következményeire ö, vezethető -e vagy a vissza, kifolyam, vagy, halt vagy pontosan, vagy pedig fáradtságra vezethető vissza. Tehát én azt mondom, hogy ez a 28 az én látókörömbe tekintve egy kicsit magasnak tűnik, de elfogadható. Én nem tudom, mert akik tudományos kutatásokkal ezt az adatot... Ö, világra hozták, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és lényeges dolog. De a lényeget nem ebben látom elsősorban, hanem abban, hogy felhívták a társadalom figyelmét. Még a bulvárlapokban is, ahol ha lefosztom attól, hogy a lapot el kell adni, és szenzációkat illik uh -huh. a főlapra is, meg mindenhová, hová, hogy megvegyék a lapot. Ez a cél. De a nagyon nagy szerepük van, és a médiának a támogató segítségéről soha nem tudtunk lemondani, sőt, fokozni kell, és kérni, hogy egyre többet fo foglalkozzanak közlekedés biztonsági kérdésekkel, nem csak hazai vonatkozásokban, hanem lásd, mint ez a írás is, és lásd a barátomnak a nyilatkozatát, nemzetközi vonatkozású kutatások eredményeivel is, mert a közúti közlekedés és baleset megelőzés nem Magyarország, nem csak, így, hely, így, fejezném ki talán helyesen, nem csak Magyarországi ügy, hanem a világon mindenütt alapvető kérdés a közlekedés biztonság javítása. Idáig többnyire arról volt hogy a, a, az ilyen elalvásos balesetek a kamionosoknál fordul elő de nem csak azoknál, nem ha csak, nem láthatjuk, hanem személygépkocsiknál, gépkocsiknál, ahol, ahol egy kicsit jobban megvan most a hajtva az emberek. A, a kamionosok. Ne felejtsd el szavadat. Egyszer, nem, kétszer volt nekem is ilyen élményem, ilyen fáradtság, én le is álltam, mikor az, a fasort alagútnak láttam, és az előttem haladó autónak a lámpáit bikának. Borzasztó volt. Abba a pillanatban le is álltam, épp külföldre mentem. Na Évet most minden járművezetőnek nekem is vannak ilyen fáradtság élményei. Abba a pillanat, Én azt tudom tanácsolni, hogy ha valaki érzi, hogy ö, ö, fáradt, kezd, vagy kezd fáradni, kezd fáradni. Igen, a, az a lényeg, a kezd fáradni. Azonnal az első leálló helyen, tehát közelben. Minél hamarabb, minél hamarabb leállni, mozogni, ö, üdítő víz, stb. nem akarom ezt részletezni. Tehát a fáradtság elleni mozgással lehet valamit segíteni. Hát sajnos Miklós az adásítőnk lejárt, és sajnos félbe kell szagítanom ezt a fontos eszmefutatást, de bízom benne, hogy a kedves nézőim az itt elhangzottakat megfogadják, vigyáznak egymás, amikor gépkocsiba ülnek, és az alkoholt messzire elkerülik. Tehát mi is úgy értékeljük, hogy a közlekedés biztonság elsődleges a bűnmegelőzés mellett is. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Talán még egy dolgot tennék Igen. hozzá, hogy ez a, jó, a mostani jó időjárási viszonyok senkit ne Megtéveszi. vezessenek tévútra, mert a tél még nem múlt el, és hirtelen beköszönthetnek olyan viszonyok, mint amit más kontinenseken is látunk. Tehát fel kell készülni időben az ebből eredő traumák elhárítására. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!